Benedek Elek Virágvasárnap című verset örök mindenhangján. Virágok napja, szép virágvasárnap, jövel, jövel már, bonts ki röpke szárnyad. Hincs be virággal az avar mezőket, a kertek fáit, félverügyezőket, ó, szán meg őket. A tél hosszú volt, oly zord, s kegyetlen, a rét, az erdő még most is kietlen. Virágok napja, jel, lehely a földre, bús szürke foltjait varázsol zöldre, szép puha zöldre. Jövel, jövel, s te vélet fecske gólya, üres fészkeknek hadd legyen lakója. Szakadjon vége a nagy némaságnak, szívüket töltsd be, akik dalra vágynak, oly régen vágynak. Ihol közel, feje virággal ékes, az arca nevetős, a hangja édes. Bájos, milyennek a szívem kívánta, mint egy virágos nevetős leányka, szép kis leányka. Ihol már itt virággal megrakottan, hallom a dalt is, fecske száll amottan. Eresz aljának újra van lakója, csörgő patakban kelepel a gólya, a kedves gólya. Ihol már itt van, nyílnak a virágok, vidám dal járja be a nagyvilágot, hirdetve hegynek, völgynek, rónaságnak. Leszállt a földre szép virágvasárnap, legszebb vasárnap. Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe, a húsvét előtti úgynevezett virágvasárnap, vagy latin elnevezése szerint pálmavasárnap. A 6. századtól kezdve ekkor körmeneteket tartottak, ahol a pálma az időjárási viszontagságok mellett a különféle varázslásoktól is megvédett. Nálunk ezt a szentelt pálmát helyettesíti a barka. Itt is megfigyelhető, hogy bár egyházi eredetű a virágvasárnapi barka szentelés, de a szentelt barkát felhasználták rontás ellen, gyógyításra, villám elhárítására is. Sokfelé élt az a hiedelem, hogy a szentelt barkát nem szabad bevinni a házba, mert elszaporodnak a legyek, a bolhák és egyéb rontásokat hozhat a gazdára. Azonban emellett jósló, varázsló, rontás elleni vagy elhárító szerepet is tulajdonítottak neki. A kert földjébe szúrt barkaág előzi a férgeket, vagy a mestergerendán elhelyezett vagy tűzbe dobott szemek megvédenek a bajtól, villámcsapástól. De éppenséggel nyomorégés vagy torokfájás ellen is kitűnőek.